Na, mit szólna ahhoz, hogyha két műszak lenne, hogyha hétfő szerdán jönnéd a takarítani, többi asszisztens lenni nekem, a romanom meg a csatatnak meg egy szép ilyen megyvörös kosztümöt, ki lenne írva, hogy nem lévőtétek Szilvia asszisztens, nem, bocsi. Be lenne göndörítve a haját, kapna a nagy sminket, és minden nap úrinő, magas cipőbe járna. Nem kérek ebben magas cipőbe, és akkor bemutatkozna a figyeljét, hogy ott nem ennél, kezi csókolom. Bambúni Szilvia vagyok, én vagyok a Győzinek az asszisztense. Miben segítek? Vennétek egy mobiltelefont, felvennétek, hogy tessék Roma Romeo, tessék Roma Romeo, Szilvia vagyok, miben segíthetek? És akkor jár... egész nap, te. Egész nap. De, hát fette hallnál meg vagy én. Erre nem gondoltok? Mert? Hát hagyd bírnál, akit itt hallgatni egész nap. No, nem, Lacina, Orile, nem bírna el? Nem, tudod, hány ember feltenni így a két kezét, ha velem dolgozhatna én? Te! Itt van ez az álmos harapja a belém, te! Elegem van, amikor itt hol vannak azok az emberek? Hát megmutatod őket? Te! Így könyörögnének a fiatal anyuké, te! Tudod, mit kapnak? Ennyit kapnak az ujjamra, ja, tétében, te jól van. Elég vagyok ehhez. Azért meg, hogy valaki asszisztens lehessen mellettem, hát a lábad karjatod adna, emmegé. Eredj ma vele, nem tud ő csak mosogatni, meg pletykalkodni. Te meg ne nézzél, a jövőt, hogy kipróbálok egy napig, jössz velem Budapestre, kosztümbe jössz! Szép kosztümbe, bele is csinálva a hajt, bemutatok, és megkérdezik, hogy... Ó! Melyik butikban viszed, édese? Hát te, mi van? Fél kettő van! A kislány ott van az iskola előtt, azt a... Ez nagyon durva, gyerekek. Kérdez, van pillanat. Zsolti tőletek nem ment senki? Sok... A virangi, nem mentetek virangi. Te engem hívott virangi. Így jöttél, jó? Ha későn jöttem, azt hittem, ami baj van, a gyerekek kéti van neked? Hát a gyerekek, én most Zsellé van benne. Hát akkor jöjjön akkor mondja a Zsellének hozzá, hogy most adjék dobok le mindent, hogy mi van. Komolyan ők vattok a kosztümben van az asszon neki, kosztümben fő. Mi a múlt hittem a lába fajt neki? Halló? Zserivel, gyere haza! Zserivel, gyere haza! Engem mi a szegély lapos, hogy kint van? A Martin Csirot! A Zseri hol van? Ott van, pálfal van! Most ment befele tárjam, annyi a szóló Zserivel. Jaj, de csinos vagy! Hát azért, ma náragudjatok ma az éjma! Neki hallok, ma mit borott van az, aki? Én is már több ez a fejedette! De csöbben legyél majd kicsit! Nikolaszéknak most van vég az óra? Nikolasz majd itthon van. Ha, akkor Zseri most megy be, oda megy. Komoly van, te egy nagy verést kéne adni. Apamnak van igaza. Mi van igaza apamnak? Akkor... Halló, Zseri, hol vagy? Figyelj, majd a Gáspár virágot fel kéne minden iskola előtt. Hát nagyon felelőtlen szülők lettek, Győző is, meg Bea is, hogy virágot hozhatták az iskola előtt. Nekem telefonált virág, hogy azonnal menjek érte be. Szerintem ezek azt se tudják, hány méter, merre vannak. Akkor jól jó volt a leves? A sógar azt anyi? Jó. Na, jó, menjünk. Majd ne gyere mamma, mert ma mi ne? Egész héten együtt voltunk, látni nem kivallak. Hát nekem azt mondta, hogy tennap, hogy ide kell jönni mamma. Ki mondta? Hát abban maradtunk tennap győzni. Elfelejtetted igazét? Mi? Azt mondtam, hogy ha itt vagyok szabadságon, ne gyere ott. Látni nem kivallak, pláne ilyen szép, szexis testtel. Ilyen kívánunk testtel. Hát kérlek, szállap a pislón, engem hívott, nem titteket. Mert gyönyörű vagy. Gondolkodjatok el, na majd jövök. Bea. Ide ne gyere, látni. Nekem is egyedik ki majd kis haluskat. Grilcsirkébe, hogy lesz Haluska Zsolt? Stakassa ki, titel az időzbő! Az idegben nem látok. Mi atya trikó nélkül. Mindenkinek szép, kigyúrt testi van. Lehet mindenki olyan, mint te? Ti a drága testvérem, csá! Csá, tudod milyen nap van ma? Hétvége. Na? Hétvégén a főnököt mit csinálunk? Dolgozunk. Nem zavarjuk. Nem zavarjuk? Hát hogy haladunk előre? Zsolti, szombat, vasárnap, meg... De tudod, hogy milyen témába jöttem ide, mama? Olyan témába jött, hogy négy haza, mert hétvége. Hála fogok menni, de Beának szólt ama. Minek? Mit szóljak Beának? Mert nagyon komolyan bejöttem. Bea, gyere ma aki! Tényleg. Gyere ma, hagyj roncsam el a hétvégénket! Hallgassatok ma végig. Hagyj roncsam el a hétvégénket! Istenemre mondom. Gyere ma! Megérkezik Zsolt. Gondolom magamban, ma megint minek jött el? Fogyott otthon a cukor vagy a só, vagy ma megint milyen hülyeséget talált ki? Hallgassatok rám, segítsetek nekem, tegnap elvitt a bátyám, voltunk egy nagyon komoly rendezőnél, meghallgattam, aludtam rá egy éjszaka, segítsetek nekem. Na mi van? Pénz kell kölcsön, vagy mi kell, de mondd meg, hogy mi van? A pénz van, aludtam mamma. Abba segítsetek, hogy színészkedni akarok. Nem nevetséges, aludtunk rajta, megbeszéltük magunkat. Zsolti, hétvége van.
készülünk az ebédre. De akik benne vagytok... Ne revedd el az étvágyat. De akik benne vagytok több év keresztül ebbe a dologba. More, de őszinte most nézzél majd erre. No. Te most ennyi színész akarsz lenni. Igen. Na, megmondom neked őszintén, Győző, ha most ebben nekem te tudnál segíteni, Istenemre mondom, akkor a szemembe, meg a családomnak a szemébe egy nagyot ugrana. Zsolti, voltam ma te őszintén, de most tiszta komolyan, voltam ma te pszichológusnak? Hát miért mindenki, ez nincs semmi bajom. De voltam ma te pszichológusnak, hogy, hát, hogy elmondanád a pszichológusnak azt, hogy drága pszichológus asszony vagy úr, színész akarok lenni, hogy ez van neked most becsípődve kb. 2-3 hete? Ő is ajánlom nekem, hogy menjek és csináljam. De Zsolti, te az egész életedet a tanyám töltötted le, a birka akar, ne akarok, ki akarok törni? Ki akarsz törni? Ki akarok törni? De Zsolti, támogatsz ebbe a dologba, vagy nem? De Zsolti, várjál ma! Ez az asszony támogat engem be. De nem támogat be asszony sem. Miért? De Zsolti, elviszlek pszichológus. Zsolti, te nem lehetsz színész. Te ott voltál a tanyán a birkakkal. Zsolti, hát csoro, diklexiás vagy. Ne haragudja, diklexiás vagy, nem tanultam a színészetet. Ezt nem tanulni kell, vele kell születni. Én ott leszek. Győzi abban mondja, én a nagy színpadon fogok lenni, és ki fogok törni a birkákból. Elég volt a birkákból, a nagy színpadot céloztam meg, és ott akarok lenni. Én megmutatom nektek, ha most segítetek, vagy nem segítetek. Ott van, üljél le, a tessék, tanulja, megutala, visszaellenőrizlek. De először a szín... Na várja, verset tudsz, például akkor nem kell ezt, verset. Na. Milyen verset? Hát iskolában nem tanulta a verset. Amikor volt ma az? Hát mikor volt ma az? Valami verset? Van annak 42. Szituációsan kiállsz ide, beállsz ide, és elmondasz nekem egy verset. De milyen verset? József Attila, mama. Ki az a József Attila? Ó, a jó Isten, már csak egy hete a mama arra gondolok. Úgyis vele vagy szerelmesed anyádba. Akkor tessék! Ó, mami, mami blue, to mami blue. Zsolt meseországba él. Zsolt azt hiszi, hogy ő színész lesz. De végül is én is így kezdtem ezt az egész popszakma 17 évvel ezelőtt, mert én is álmodtam róla. Én is egy hentes és mészáros voltam, most meg ma már a legnagyobb celeb vagyok. Hírhett is vagyok, meg híres is. Tulajdonképpen lehet, hogy Zsolt át akarja venni a szerepemet. Akkor légy szíves innen ezt az 5 sort, jazd el úgy, hogy elhiggyem neked, hogy hiteles legyen az, hogy elhiggyem neked. Vagy én vagyok Júlia, és akkor udvarolja nekem, próbáld meg, ne az, hogy bolondul, odaállok, állástalanul. Azt veszem rajta észre, hogy irigyes. Jó csinálom a dolgokat, de mindig leszúrt engem, ez nem jó, az nem jó. Én azt veszem nála észre, hogy le akar nyomni a víz alá. Pedig a színpadon én ott leszek. Ó, nem. Hát akkor hogy legyen? Hát fogjonak el. Mondd el nekik, hát itt vannak előttem. Oké, előttem. Hát fogjonak el. De állásod is bolond, olyan az állásod, mindenki nyom. Ezt már megtanítsak, Mori. De nem kell megtanítani, mennek. Most az állást tanítsuk, vagy a szerepemet? Hát maga az állással tudod eladni magad, nem adhatod, hogy de addig, hát fogjonak el, hát ez nem izé. Hát de addig, amíg súlyfölösleget. De nem a súlyoddal van gond. Beállsz, figyelj, nézzi az artikuláció, tudod mi az, hogy artikuláció? Nem. Artikulálja, mondd ki, húzd föl a szám, de nem úgy, így. Holnap után ott leszek. Igen, de ne hülyén csinálja, hát fogjonak el. Hát fogjonak el. De a szemed nem akad föl, mert nem kell felakadni a szemednek, mert olyan vagy, mint a idióta. Hallgass e szóval szavait. Csak a neved ellenségem. Csak a neved ellenségem. Csak az. Te önmagad vagy. Vagy én nem öntagú? Én nem vagy öntagú. Nem öntagú, more, mondtagú. De mondom. Mondom, mondtagú. Én nem vagyok mondtagú. Mi az, hogy mondtagú? De nem az, Zsolti, mi az, hogy mondtagú? Az a baj, hogy Zsolt mindig Zsolt. Nem tud kilépni Zsoltból. Ő mindig azt gondolja, hogy ott vagyok a bárányokkal, és a bárányokkal beszélgetek. Ő azt gondolja. Ő egyszerűen azt gondolja, hogy minden egy lapra megy. Se kéz, se láb. Se kéz, se láb. Se kar, se arc. Se kard, se arc. Se más ellenfele része. Se más ellenfele része. Az embernek... Várja, Győző. Bea! Szilvi, gyertek egy picit! Gyertek, elkapott a gépszi! De jó ez, Zsolt! Nagyon jó! Bea! Egy innen kicsit
Kukucskáljatok ma egy kicsit innen el! Gyertek ma, nem viccelek ma! Elkapott a gépszín! Gyertek! És csak oda! Legyek vevő! Csak oda! Oda kicsit! Csöndöm kérünk! Ó, Rómeó! Miért vagy te, Rómeó? Miért vagy te, Rómeó? Tagadd meg atyád! Tagadd meg atyád! Hát hát ki a Rómeót írd el! Isten, most te Júlia vagy? Bea, én arra mondtam, hogy gyertek ide, szóljatok bele! Hallgassatok, kukucskáljatok! Ma utána a véleményét, tudom, hogy mindig van vér. Csömbbe legyedik ma egy picit! De ha Júlia vagy, akkor állja fel, mert te zenkélyen vagy! Fordítva van! Cseréljétünk el! Ó, Rómeó! Miért vagy te, Rómeó? Miért vagy te, Rómeó? Tagadd meg atyád! Tagadd meg atyád! Neved hajtsd el! Jó. Neved hajtsd el! Ha nem teszed meg, esküdj édesem! És ha nem teszed meg, esküdj édesem! Esküdj édesem. Én leszek Capulet? Én leszek Capulet? Na, én sem leszek! Tényleg, én sem leszek! Azért a szörnyek maradjon! Én azt sem tudtam, hogy ki kivel van, pedig fordítva kellett volna ezt csinálni, én lettem volna a Rómeó. Akkor lett volna jó. De a győző megbolondítsa még a hóembert is. Ő mindig kiabalt vele, mint hogy szépen elmagyarázta volna, hogy jobbra menjek, ne balra. Bea, most ne haragudjatok, majd ide hívunk benneteket, most bele kordítva. Egyik nem tud olvasni, a másik előadja magát valami másik szituációban, azt nem tudod ki vagy. Bea. Hát hogyha azt mondod, ó Rómeó, akkor gondolom te Júlia vagy. Akkor úgy is viselkedj. Tudom, hogy szerintem győző. A francia kell minket. Köszönöm szépen. Kösz. Kösz. Na, erre a műzikára most nem veszek egyet. Sziasztok. Oké, sziasztok.